Sziasztok! Uh, Hapcival hónapok óta dolgozunk egy projekten, amit eddig titokban kellett tartanunk, de titokban, css, nagyon titokban, hiába próbálták megszerezni, meg így belejutni az agyunkba és kiszedni belőle a... tudjátok kik. Nem adtunk ki semmilyen infót, még csináltam egy ilyen... Ö, ö, elterelő szerkezetet is én találtam fel, ez egy alufólia sapka, ami kizárja az elektromágneses erőteret, hogy ne tudjanak bejutni az agyamba, és ezt el is neveztem uh, ha, 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 ha. Okosak ezek ott, de mi túljártunk az eszükön. Sőt, hogy eltereljem az illuminátusok figyelmét, még egy áramkört is raktam az alufólia sisakra, egy Különlegesen geniális áramkört. Egy áramkörhöz két dolog mindenképpen kell. Kell hozzá áramforrás, Cs, áramforrás, ez most itt egy elem, meg kell hozzá uh, egy fogyasztó. Ez most egy led lesz, itt a led. Cs, és vezetéket nem is tettem bele, mert maga a sisak a vezeték. Ez geniális. A sisak lett a vezeték, mert ez alufólia, ami vezeti az áramot. Ez a kis alufólia darab meg hol hozzáér az elemhez, hol nem, így pedig hol nyitja, hol zárja az áramkört, úgyhogy ettől villózni fog, és az illuminátusok teljesen megzavarodnak. De persze nem ezen a sapkán dolgoztunk hónapokon keresztül, hanem azon a versenyen, amit az Ericsson Magyarországgal közösen csinálunk, és a kutatók éjszakáján lesz a döntője. Oké. Okay. Tudom, hogy a kutatókészakánja szeptember 30-án lesz, ami még nagyon-nagyon-nagyon messze van, de addig is tudtok kísérletezni, és ti magatok is feltalálni zseniális, zseniális, hordható elektronikus dolgokat. Vagy ö, okos ruhákat, vagy hordható elektronikát, vagy, ja, azt már mondtam. Ez a verseny az Ericsson Serco Challenge. Tehát szerkód, értitek, mert hogy a te szerkód, mert hogy te csinálod meg, meg kód, mert hogyha gondolod, akkor csinálhatsz olyan ruhát, vagy olyan felokosított kiegészítőt, amiben programozni is lehet akár. Egész nyáron pályázhattok a zseniálisabbnál zseniálisabb ötletekkel, a döntő pedig majd szeptember 30-án lesz a kutatók éjszakáján. Ja, ezt már mondtam. Mindegy, de azt még nem mondtam, hogy rengeteg értékes nyeremény is lesz. De nagyon fontos, hogy ami szerkút feltaláltok, azt tartsátok nagyon titokban. Senkinek nem árulhatjátok el, kivéve talán nekünk, mert hogy mi ott leszünk mindenütt nyáron az országban. Ott leszünk Győrben, ott leszünk Szegeden, Debrecenben, Kecskeméten, Pécset, Miskolcon, Székesfehérváron, ja, és Budapesten, és lehet, hogy még a Szíriuson is. <laughs> ha, 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 ha. Úgyhogy gyertek, barkácsoljatok velünk, nyugodtan osszátok meg velünk az ötleteiteket, de másoknak egy Shh, szó cse. Van egy honlap, ahol titkos információkat találhattok a versenyről, ez itt. A verseny hivatalos felhívó videóját itt találjátok, az pedig, hogy hogy kell elkészíteni mondjuk egy pénzhiány jelző pénztárcát, azt itt. Ez is egy zseniális találmány. Én találtam fel. Ez tehát most nem a hivatalos videó volt, úgyhogy ez teljesen titkos, csak azokkal osszátok meg, akiről tudjátok, hogy biztosan fel tud találni valami zseniális okos ruhát erre az Ericsson Serco Challenge versenyre. Én most gyorsan elmegyek, feltalálok még néhány zseniális dolgot. Ott van például rögtön az az ötletem, az a zokni, ami a chemtrail-t jelzi. Egy chemtrail jelző zokni. De addig is kell valakit találnom a helyemre. Sziasztok!